Köszöntöm a nézőket! A mai Művészvárosban beszélgetünk Úr Eleonóra batik művésszel, és megismerhetik a Brass Time nevű zenekart. Tartsanak velünk! Elsőként Úr Eleonóra batik művésszel beszélgetünk, többi között elkalandozunk Indonéziába, a batik művészet őshazájába. Legelőször arra lennék kíváncsi, hogy kiből válik batik művész, illetve hogyan indult el a batik igazából a te életedben? Hát azt gondolom, hogy batik művészből bárkiből lehet batik művész. Az mindenképpen fontos, hogy kreatív, fantáziadús ember legyen, és nekem például gyerekkoromtól kezdve ott van az az igényem, hogy a kreativitásra, tehát hogy valamit alkossak, valami a fantázia világomból, valamit lehozzak ebbe az anyagi világba. És mindig is a zene és a képzőművészet volt az, ami nagyon erősen ott volt az életemben, így kicsi koromtól kezdve, és ebből választottam ezt az utat, ezt az irányt, ugye a képzőművészet, és azon belül is a batik művészet, a batik festőművészet. Ezt az utat választottam. Ez egy nem egy ismert út itthon, de én szeretem az ilyen járatlan utakat. És felfedező típus vagy? Azt lehet mondani, igen. Igen, szeretek úttörő lenni, igen. Úgyhogy lehetőségem adódott így 10 évesen megismerni ezt a technikát, és az iskolában volt ilyen szakkör, és Kovács Gyuláné rajztanárnőm megmutatta nekem, és beleszerettem. És később hiába foglalkoztam mással, csomó más művészeti ágot kipróbáltam, vissza kellett térnem ehhez, mert hogy ez volt a szerelem. És mindig azt gondolom, hogy mindig arra felé kell menni az embernek, ahová a szíve húzza. Volt egyébként előtted példa, akár szüleid, vagy akár családtag, rokonok, akik mondjuk ugyanúgy a művészet irányába indultak el, hanem is éppen a batik irányában? Uh-huh. Zenei téren igen. A bátyám ő zeneművész. Tehát ő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarában játszik már 25 éve, és tanít is a Zeneakadémián, tehát ő zeneművész. Az anyukám, ő pedagógus, de a zene és énektanár is volt, tehát a zene az mindig ott volt az életében. Az apukám is nagyon szeretett énekelni, de képzőművész nem volt a családban, tehát ezzel az irányjal nem foglalkoztak az őseim, vagy így a családtagjaim, a zenével igen. Miért pont a batik? Mondhatod, hogy a képzőművészet irányában elkezdtél elindulni. Gondolom, hogy azért volt többféle út, több mindent választhattál volna. Mi az, ami megfogott téged a batik művészeten belül? Azt nagyon szeretem, hogy először is a batik, ugye textilre festünk, én nem a kötözött batikról beszélek, amikor Magyarországon a batikot, ha valaki ismeri, akkor a kötözött batikra gondol. Én nem ezt a technikát követem, hanem ezt a tradicionális indonéz technikát, amikor egy textilre, vászonra festünk, viasszal és textilfestékekkel. Ez már egyébként akkor is így volt, amikor elkezdtél a batikkal foglalkozni, még gyerekkorodban? Igen, már akkor is festményeket festettünk, tehát nem pólókat kötöztünk és mártottunk, tehát nem a kötözött batikot csináltuk, hanem festményeket festettünk. Már akkor gyerekkoromban is a festményekkel pályáztunk, nemzetközi kiállításokra, nagyon sok kiállításon voltak a festményeim már gyerekkoromban is, nemzetközi és magyar kiállításon is. Én vidéken nőttem föl, de a Vajdahunyadvárban nemzetközi kiállításon is voltak festményeim. És valamiért azt érzem a batikról, hogy ez egy női ág, tehát egy női technika, és attól függetlenül, hogy mondjuk a mestereim férfiak voltak Indonéziában, meg a világ más részén is, de valamiért nekem nekem ilyen női vonal, és nagyon szeretem a színeket, nagyon, nagyon jól érzem szerintem a harmóniákat így a színekkel,
és egyszerűen maga a folyamat, ahogy a viaszt felviszem, akár ecsettel, akár csantinggal, a csanting az olyan, mint egy tojásíróka. A forró viaszba mártom, és egy ilyen kis réscsőre van, amivel nagyon vékony vonalakat tudok húzni a textilre. Tehát például a festményen is lehet látni, hogy ez az egyik festményem, amin a pici apró részletek, azok csantinggal készültek. A nagy felületek pedig ecsettel vittem fel a viaszt. És maga ez a folyamat, ahogy felviszem a viaszt, ez egy ilyen meditatív folyamat, és ezt nagyon szeretem. Nagyon szeretem ezt az állapotot, amikor ezt az alkotói állapotot, amikor a jelenben vagyok, és megszűnik tér és idő, és csak az a fontos, hogy amit itt látok a fejemben, a belső világomban, azt ide tudjam hozni ebbe az anyagi világba. Akkor ilyen szempontból mondhatjuk, hogy a batiknál különösen is mondhatjuk, hogy az út, ahogy születik valami, az fontosabb, mint ami megszületik a végtermék. Csúnya szóval. Nagyon fontos az út. Nagyon. Szerintem nagyon fontos, hogy amivel telnek a napjaink és az óráink, azokat élvezzük. Mert hogy erről szól az életünk. Tehát, hogy így hogyha az út nem lenne ennyire élvezetes, akkor hiába lenne mondjuk ahogy te mondtad, a festmény olyan, hiába lenne szép vagy harmonikus, de ha gyötrelmes lenne az út, akkor lehet, hogy nem élvezném annyira. Persze van, amikor gyötrelmes az út, mert hogy sokszor fájdalmat is festek. Tehát ami bennem élő fájdalom, vagy álmokat, vagy például a fájdalomra mondjuk példaként, amikor az apukám meghalt, akkor is egyből elkezdtem festeni. Tehát, hogy van, amikor fájdalmas az út és a festés, de én azt gondolom, hogy minden művészet, és itt nem csak a képzőművészetről beszélek, hanem bármilyenről, színművészet, táncművészet, bármi, zeneművészet, az egy terápia. És mindig önmagunkat gyógyítjuk. Tehát, hogyha bármelyik alkotóval beszélgetünk, akkor, és erre rákérdezünk, akkor azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ez egy öngyógyítás és terápia, amikor alkotunk, és bármit is alkotunk. Ezt egyébként mikor fedezted fel, hogy ez maga, ez a folyamat, ez az alkotói folyamat is egy gyógyítás? Mert gondolom, hogy amikor akár mondjuk kitaláltad, hogy szeretnél batik művész lenni, vagy akár visszaülünk a gimnáziumi évekre, akkor ez már megvolt egyébként benned? Vagy erről tudtál? Dehogy nem, nem. Nem, én ennyire nem vagyok tudatos ember, vagy legalábbis fiatal koromban nem voltam, tehát így középiskolás koromban egyáltalán nem tudtam, hogy mivel fogok foglalkozni. Nem tudom megmondani a pillanatot, hogy mikor, de fokozatosan. Tehát ugye már régóta, legalább 10 éve foglalkozom önismerettel, és járok mindenféle előadásokra, workshopokra, meditációkra. Próbálom megvalósítani, hogy a gondolataim, a szavaim és a cselekedeteim azok egyek legyenek, mert hogy ez ugye nagyon nem egyszerű. Nagyon könnyűnek hangzik, de nem egyszerű. Ezt ugye Gandhi mondta, és nagyon nem egyszerű. Tehát az életben is úgy élni, hogy ezek szinkronban legyenek. Jógázom régóta, igyekszem meditálni hetente többször, és pont azért, hogy harmóniában legyek önmagammal, a világgal, és ezeket az alkotásokat létre tudjam hozni. És hogyha visszaugrunk ilyen szabad a gimnáziumi évekre, mondtad, hogy fogalmat sem volt arra, hogy merre menjél tovább. Hogyan alakult utána, mondjuk az érettség utána az életed? Én a pszichológia szakra felvételiztem az érettségi után, és
És nem vettek föl, mert hogy fél évvel tehát negyedik fél évében döntöttem el, hogy pszichológia szakra fogok menni. Tehát azért ennél sokkal tudatosabbak voltak az osztálytársaim, akik már elsős gimis korukban tudták, vagy mondjuk másodikban, hogy miből fognak felvételizni. Én egyáltalán nem tudtam. És azt gondoltam, hogy az emberek nagyon is érdekelnek is, nagyon érdekeltek ezek a pszichológiai könyvek, a lélek, a belső világ, és hogy ez egy nagyon izgalmas irány, ami így is van, de valójában nagyon örülök, hogy nem lettem pszichológus. Ennek a szeretete megvan, tehát hogy ugyanúgy olvasok ilyen témájú könyveket, vagy például az önismereti utamban ugyanúgy ott van ez a lélek iránti érdeklődés, az emberek is a lélek iránti és a belső út iránti érdeklődés, de egy kicsit másképp, mint hogyha pszichológus lennék. És akkor, hogyha nem pszichológia, akkor utána hogyan alakult? Vagy akkor már elindultál a batik művészet irányában? Nem, nekem egy ilyen hosszú, kanyargós út vezetett ahhoz, hogy én batik festőművész legyek. Nem, én művelődés szervező szakon végeztem, dolgoztam külföldön, több helyen is, Németországban, Angliában. Nyelvet tanultam. Ismerkedtél a világgal, mondhatjuk. Igen, igen, abszolút. Tehát van, amikor az ember azt az utat választja, hogy gyűjti az információt a világról, mert hogy 18 évesen én még nem tudtam eldönteni, hogy mi szeretnék lenni. Azt gondolom, nekem ugye most a gyerekeim 18 és 16 évesek, hogy nagyon nehéz eldönteni 18 évesen, hogy mit szeretnénk csinálni egész életünkben úgy, hogy ezt szeretettel csináljuk, és hogy ne legyen gyötrelmes az a 8 óra vagy x óra, amit eltöltünk a napjainkban, és meg tudjon maradni évekig az a szeretet is, az a láng, az a tűz, hogy amit csinálunk, az nekünk jó. És az én gyerekeim se tudják még, hogy mik szeretnének lenni. Azt gondolom egyébként, hogy én abban hiszek, hogy ha a kreativitás és a fantázia megmarad, az oktatási rendszerbe tudunk olyan iskolát választani, ahol ezt meghagyják, akkor bármi lehet a gyerekekből. Tehát én abban hiszek, hogyha akár kutató lesz, vagy orvos, vagy mérnök, vagy közgazdász, vagy képzőművész, vagy bármi, hogyha megmarad a fantázia és a kreativitása, akkor nagyszerűt tud alkotni. Én ebben hiszek. És azért mindig is ilyen intézményt kerestünk a férjemmel a gyerekeinknek, hogy ez megmaradhasson, amennyire lehet ebben a mai rendszerben. És akkor hogyan találtál rá a batikra, vagy hogyan találtál vissza? Amikor úgy találtam vissza, hogy amikor nem vagyunk harmóniában önmagunkkal, és a cselekedeteink nincs harmóniában a belső utunkkal, a lelkünkkel, akkor a testünk egyszer csak üzenni fog és jelezni fog betegség formájában. Hogyha már nagyon nem veszük észre, akkor betegség formájában. Először csak finoman, ha akkor se veszük észre, akkor valami betegséget fog produkálni, hogy jelezzen. Én ebben hiszek. És ez nálam is így volt, hogy én ugye megtaláltam a páromat, megszülettek a gyerekeink, és én ennek áldoztam azt a 7 évemet, hogy nagyon jó feleség és anya akartam lenni, és a gyerekek voltak a legfontosabbak, és a férjem. És a kreativitást, ezt abszolút is, a munkámat és a karriert, azt teljesen háttérbe szorítottam. És a testem jelzett, hogy nekem muszáj az életutunkat élni, mert ha nem éljük a saját életutunkat, akkor jelezni fognak kívülről a segítőink. És kaptam egy betegséget, amitől rá kellett jönnöm, hogy mi az, ami hiányzik, hogy miért kaptam én ezt. És akkor jöttem el, hogy nem élem meg a kreativitásomat, pedig hatalmas erőt kaptam. Rengeteg
egy olyan életfeladatot kaptam, hogy nekem azt mondta az egyik asztrológus, hogy le tudom hozni az eget a földre. És ez nagyon, ezek nagyon nagy szavak, de hogy ez nagyon nagy ajándék, hogyha valaki képes ebbe a 3D anyagi világba lehozni a szellemi világot, vagy ami a tudatában van, vagy a fantáziájában. És hogyha ha én kaptam ezt a kreativitást, hogy erre képes vagyok, akkor nekem muszáj ezzel foglalkoznom, és nem hagyhatom veszni. És akkor döntöttem úgy, hogy visszanyúlok a batikhoz, mert végig gondoltam, hogy milyen kreatív munkák voltak az életemben, milyen technikákkal dolgoztam, és ez volt a szerelem. És ugye Magyarországon nem találtam akkor sehol batikfestőt, és Magyarországon nem lehet sem az iparon, sem a képzőművészeti egyetemen, ugye ma már Moménak hívják, de hogy nem lehet batikfestészetet tanulni, és Indonézia az ős hazája, és ezért én Indonéziába mentem tanulni. Ezt hogyan kell egyébként elképzelni, hogy fogod magad, vagy volt ott egy konkrét kontakt személy, akihez mentél, vagy egyszerűen csak kimentél oda élni, és akkor előbb-utóbb kapcsolatba kerültél? Nekem nagyon jók a megérzéseim, és nagyon sokszor van úgy, hogy csak úgy keresgetek valamit, mondjuk most már nagyon jó, hogy van az internet, és egyszerűen az egész világ, ide kapcsolatba tudunk kerülni az egész világgal egy komputeren keresztül. És találtam egy ösztöndíjat, amit az indonéz nagykövetség szervezett magyar fiataloknak. Indonéziában lehetett tanulni, különböző művészeti ágakban. És én ezt megpályáztam, meg is kaptam. De akkor már megvoltak ugye a gyerekeink, és én mondtam is, hogy a felvételén, hogy csak a családommal mennék. De hogy én kaptam egy évre vízumot, ők pedig két hónapra, mint turisták, és akkor így visszautasítottam ezt az ösztöndíjat, mert hogy azt tudtam, hogy nem fogom. Tehát így a családomat nem fogom otthagyni a karrierem miatt, vagy legalábbis egy évre sem, vagy egy 10 hónapra sem. És a férjem viszont nekem nagyon, nagyon csodálatos társam van, és mindig nagyon segített abban, amit az utamon, hogy az utamon tudjak járni, mindig igyekeztünk egymást segíteni. És ő mondta, hogy tudta, hogy ez nekem nagy vágyam volt, és azért mondta, hogy jó, hát akkor elmegyünk 2 hónapra turistaként. És akkor az interneten kerestem egy batikfestőt, akit találtam, és kerestünk egy ilyen kis házikót, amiben tudtunk élni, és 2 hónapig 60 napra adtak csak maximum vízumot, és kint voltunk 2 hónapig, és én jártam a mesterhez 2 naponta festeni. Hogyan kell elképzelni ezt a 2 hónapot, vagy mit oktat, mit tanulsz meg ez idő alatt? Folyamatosan terveznem kellett, ugye, hogy milyen festményeket fogok festeni. Tehát megterveztem, és akkor ő megmutatta, hogy ezt most ezzel a technikával lehetne ezt megcsinálni, és megmutatta, és aztán én csináltam. Mindig újabb és újabb technikákat próbált mutatni, és a végén azt mondta, hogy minden tudást, amit ő tudott, ő átadott. Itt már csak rajtam múlik, hogy mit kezdek ezzel. És akkor hazajöttem, és az itthoni műhelyemben festettem, és ezeket variáltam, és ezeket hasznosítottam, és kicsit mindig alakul. Tehát, hogy bárhol a világban bárkivel festek, mert ugye már több helyen festettem mesterrel a világban, mert igyekszem mindig úgy menni, hogy keressek egy batikfestőt. Mindig valami ragad rám, mármint úgy értem, hogy ha már technikailag nem is, de valami a szellemiségből, valami a kultúrából, vagy
ő belőle a mesterből. És akkor én azt, amit én magamba szívtam, azt így átengedem magamon, és valamit elengedek, és valami megmarad. És ezeket így összegyűjtve alakítom ki a saját stílusomat. Ami nekem nagyon szép, amit mondasz most, hogy igazából a batikolást úgy tanultad meg, mint az őseink tanulták annó a különböző szakmákat, vagy mesterségeket, hogy mindenkinek volt egy-egy mestere. Igen. És hogy ez ilyen szempontból, minden mester valamilyen szempontból alakított téged, meg valószínűleg te is alakítottad őket. Igen, ez így van. Szerintem is nagyon szép dolog ez, mert hogy azért is szeretek hosszú időre menni, mert hogyha csak egy hétre megy az ember, vagy egy két napot fest vele, hogy nem lehet olyan mély kapcsolatba kerülni. De amikor két hónapig járok egy mesterhez, akár Indonéziába, akár Mexikóba, akkor már van köztünk egy olyan kapcsolat, hogy már tudunk alakítani egymáson esetleg. Nem csak, ami később a munkáinkon is látszik. Ezt nagyon szeretem, meg így sokkal közelebb kerülhetek ahhoz a világhoz, amiben élnek. Ha turistaként valaki elmegy, most Indonéziáról vagy Mexikóról beszéltem, akkor maradok ennél a példánál, akkor teljesen mást lát, mint hogyha én a mexikói mesteremnél egy maja felesége van a mesteremnek, és ők még maja viseletben, maja nyelven beszél a család, és délben, mikor mentünk hozzájuk ebédelni, akkor az ebéd, a konyha, az egy döngölt padlójú kis nád kunyhó, amiben van három kő, és az a tűz, ott főzik, vagy sütik a tortillát, és van egy asztal, meg egy szék, és ennyi a konyha. És minden tökéletesen működik. És nagyon kedves volt a Maria, a feleség, akivel jelnyelven beszéltünk, meg így szemmel kommunikáltunk, mert hogy ugye ő nem nagyon tudott angolul, én meg nem tudtam majául, meg spanyolul sem tudok. Úgyhogy, de működött. A mesteremmel angolul beszéltem, igen. Ezeknél az utazásoknál egyébként, hogy mondj, megy veled a család, vagy valamikor csak egyedül mész, valamikor ők is jönnek, ezt hogyan kell elképzelni? Nem, mindig a családdal megyek. Nem szeretnék nélkülük menni, akkor inkább nem megyünk. Tehát, hogyha nem tudunk mindnyájan menni, akkor nem megyünk. Kicsi koruktól kezdve a gyerekek jönnek. Tehát, hogy mondjuk, amikor először voltunk Indonéziában, akkor 4 éves volt a lányunk, és akkor még néha elvittük őket egy ilyen nemzetközi óvodába, ahol más gyerekekkel játszhattak, mert ugye 2 hónap az elég hosszú, és egyébként meg ugye minden másnap mentem, tehát a többi időben meg velük játszottam, meg anya voltam, főztem, meg amit egy kisgyerekes anyuka csinál, azt az életet éltem. És a férjemnek is úgy, szerencsére úgy van a munkája, hogy ezt meg lehetett oldani külföldről, hogy ő onnan is tudjon dolgozni. Amellett, hogy tanulsz is ilyenkor a mesterektől, mennyire fontos az új élmény, az új inger, akár gondolunk itt Mexikóra vagy Indonéziára, hogyha már ezeket az országokat említetted? Igen, nagyon fontos számomra. Nagyon, nagyon szeretek utazni. És én már középiskolás koromtól kezdve utaztam, és akkor, amikor egy fillérem se volt, akkor is utaztam, csak éppen stoppal mentem, és a barátaimmal, és nem ettem. Tehát, hogy az utazás az egy nagyon fontos része az életemnek. Nagyon szeretek elmenni itthonról, és nagyon szeretek hazajönni, és nagyon szeretem Magyarországot, ezért élünk itt. Tehát nem szeretnék elmenni Magyarországról, amíg csak lehet, mert nagyon szeretem ezt az országot, de imádok utazni.
És mit lehet tudni a galériádról, illetve hogy mikor megtekinthetőek a műveid, az alkotásaid? A galéria az 2013-ban nyitott, itt Szentendre sétáló utcájában, a Dumcsajen utca 15-ben, az Úr Eleonóra Batik Galéria, és az én munkáimat lehet ott látni, és néha szoktam meghívni egy-egy barátot, vagy olyan festőművészt, akinek nagyon szeretem a munkáit, és akkor szokott egy közös kiállításunk lenni, ilyen lesz majd ősszel is a Kelemen Ágival. Egyébként a mostani legaktuálisabb rendezvény, ez a Szentendrei Jelnappal Fesztiválon lesz. Augusztus 31-én lesz szombaton, 6-tól egy előadás a női archetípusokról, amit Szilasi Márti fog tartani, és utána pedig egy meditáció lesz, amit szintén ő tart, a női archetípusok integrálásával, és hangdrammal, ilyen hangfürdővel kíséri Szabadi Andi. Mostanában én nagyon sokat foglalkoztam a női mintával, a női archetípusokkal és az anyai női ággal, így a családon belül, és a családi vonal női ágának a tisztításával. És ezekből születtek a mostani festményeim is, amiből is mondjuk itt látható egy. Másnap, szeptember 1-én lesz egy kiállítás megnyitó ezekből a női portrékból, aminek az a címe, hogy a hetedik te magad légy, ugyanis 7 portré lesz majd ezen a kiállításon, női portré. És ez egy interaktív kiállítás megnyitó, amit úgy kell elképzelni, hogy nem az a klasszikus szokványos kiállítás megnyitó, hanem itt a vendégek, azok résztvevői lesznek a megnyitónak, és egy ilyen játék keretében lesz a megnyitó. Minden egyes festményhez a férjem Sugár Zsigmond írt egy mesét, ami a görög istennőkkel lehet párhuzamba hozni, és a női archetípusokkal is. Tehát mondjuk például ez a festmény, ami itt van mellettem, ez egy afrikai nő az én fejemben, és egy-egy drága kő a festményeimnek a neve, neki például a gyémánt. Mindegyik festményhez tartozik egy mantra is, és mindegyikhez tartozik egy mese. És ezek, hogyha meséket is elolvassa, aki eljön erre a kiállítás megnyitóra, vagy később ugye meg lehet tekinteni, ezek szervesen összefonódnak. És lehet érezni, tehát meg lehet találni a görög istennővel a párhuzamot, az archetípussal. Ugye ennek a festménynek például a gyémánnak a szerető archetípussal van kapcsolata, és én nagyon szeretem, amikor így komplexen összeállnak a dolgok, és a játék is majd erre fog épülni, és ajándékot is kapnak majd a kedves látogatók. És nagyon szeretem a táncokat, úgyhogy a megnyitó végén pedig Kek Mária flamenco művészetét lehet majd látni, egy flamenco táncos, aki flamenco gitárossal érkezik Madridból, mert hogy ő már ott él, és neki ott van már egy flamenco iskolája. Nagyon rég találkoztam vele, mert 10 évvel ezelőtt ugye én nála kezdtem flamenkót tanulni, és azóta nem találkoztam vele, és nagyon várom, hogy láthassam. És
És ami fontos, hogy ha már Szentendre vonatkozásában beszélünk, hogy batik tábor is volt az idén, erről mit tudhatunk? A batik tábor az egy... Az azért különleges, mert évente egyszer tartom, tehát egy hét van csak. Emellett én tartok workshopokat két havonta, amiket most már a galériámban fogok tartani. Tartok szakkört a gyerekeknek itt Szentendrén, az egyik iskolában, és egyéni tanítványaim is szoktak lenni. A táborról azt lehet tudni, hogy két éve megnyitottam felnőtteknek is, és most már felnőttek is jöttnek egy-egy napra, de főképp gyerekek vannak. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. A gyerekektől nagyon sokat lehet tanulni, és nagyon nyitottak, befogadóak. A házunkban tartom, ott van a műhelyem, ott szoktam tartani a tábort, ugye ott szabad téren, és gyönyörű munkák szoktak születni. Most is a pénteki kiállítás megnyitón nagyon-nagyon szép munkákat csináltak a gyerekek, és nekem az a fontos, hogy ők jól érezzék magukat, és volt olyan kislány, aki azt írta, mert szoktam visszajelzést kérni, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, és azt írta, hogy ő nem szeretett festeni, de most már a batik festés most már az egyik kedvenc művészeti ága lett. Ezek nekem nagyon fontos dolgok, hogy megszerette a festést például. Ő azt gondolta, hogy csak rajzolni tud, vagy rajzolni szeret, de most már festeni is szeret. Szóval, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Volt olyan tanítványom, akik elköltöztek és Berlinből járt vissza a táborba. Most is voltak a táborban, akik Tatáról jöttek, tehát messziről, nem Szentendréről vagy Budapestről. Nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat, és hogyha még tudok is adni valami, például ilyet, hogy megszereti a festést, vagy bármilyen élményt, amire vissza tud emlékezni 10 év múlva, az már nagyszerű. Hogyan épül fel egyébként egy ilyen tábor? Gondolom, hogy nyilván a batikolás van központban, de hogy emellett egyébként még mi van, illetve akár hogyan tudják elsajátítani? Uh-huh. Az elején ugye sokan vannak, akik soha nem batikoltak, és akkor nekik ugye elmondom magát a technikát, beszélünk egy kicsit a technikáról, mindenkinek megmutatom, hogy hogyan kell viaszolni, a festési technikákat, hogy akvarellesen szeretnék, vagy mondjuk a kontúrokat megcsinálják, és mint egy rózsaablaküvegnél így kitöltik a színekkel ezeket a blokkokat. Ezt mind megbeszéljük a gyerekekkel, hogy mit szeretnének. A legtöbb gyereknek a legnehezebb rész az a tervezés, és hogy mit vessenek, és hogy azt hogyan elégedetlenek a rajzaikkal, vagy hogy nem olyan lesz, mint a valóságban. És én mindig próbálom mondani, hogy nem is kell, hogy olyan legyen, mint a valóságban, mert hogy a fantáziánknak semmi sem szab határt, és azt senki nem tudhatja, hogy a te fejedben az a madár az hogy néz ki. Tehát a színekben is bíztatom őket. Olyan boldog volt egy kislány, hogy mondtam neki, hogy nyugodtan lehet zöld a haja, mert hogy a színek miatt, a harmónia miatt azt kívánta, hogy zöld legyen, és ne barna, vagy ne szőke legyen. És akkor így először így óckodott, aztán így azt mondta, hogy hát jó, a döntést azt mindig rájuk bízom. Én mindig elmondom, hogy én csak ajánlok valamit, de te döntesz. És ez mindegy, hogy 6 éves, vagy 16 éves, mindig ők döntenek. Én mindig csak segítő vagyok, és felajánlom az opciókat, amiket én látok, de mindig ők döntenek. És aztán hajlott erre, hogy zöld haja legyen annak a lánynak, és annyira boldog volt, mert nagyon, nagyon tetszett neki, és nagyon elégedett volt. Szóval egyáltalán nem fontos, hogy valósághű legyen, és hogy megfeleljen a... Tehát, hogy ugye nem fotókat készítünk, hanem egy festményt, ami bármilyen lehet, amit a fantáziánk szül.
És hogyha beszéltünk már a Szentendrei Jánapa sorozatról, akkor arra is kíváncsi lennénk, hogy mik még a terveid így a közeljövőben, akár tervezel még másik utazást, de akár itt Szentendrén, akár a galériában, akár országosan valami kiállítást. Hát már régi terv, hogy valami könyvet kellene majd írnom. Már ezt többen mondták, hogy miért nem kezdtem még bele. De például azt gondolom, hogy mert ugye a batik festésről még ugye nincsen magyar nyelvű kiadvány. Azt gondolom egyébként, hogy ebből is csodálatos mesekönyv születhetne, hogyha mondjuk egy bármelyik kiadótól bárki betéved a galériában, megnyitom, vagy később, és meglátja, hogy milyen mesék születtek, és milyen festményekhez, milyen női portrékhoz. Ebből is egy csodálatos mesekönyv lehetne. A tervek egyébként azok, hogy továbbra is tanítok. A tanítás az nekem nagyon fontos, hogy én ne megtartsam ezt a csodálatos technikát. Ugye én ezt vettem a fejembe, hogy ezt a technikát használom a festményeimhez, és ezt tanítom, hogy minél többen megismerjék. Ugye már van olyan tanítványom, aki szintén tanít, úgyhogy egyre többen vannak, akik megismerik, és nem csak a kötözött batikot, hanem magát, ezt a tradicionális jávai batikot, ami több mint 2000 éves. Tervezem, hogy eddig is volt, hogy megjelentek a festményeim ruhákon, táskákon. Most másik két tervezővel vagyok kapcsolatban, akikkel erről beszélünk, hogy hogyan lehetne nagyon szép alkalmi ruhákat készíteni, vagy hát az alkalmi ruhák azok, amiken gondolkodtunk, és a lakberendezés az, ahol még megjelent idén a batik festményeim megjelentek. Például most a galériában lehet látni egy fotelt, mert hogy a festményemből készült kárpit, amivel ugye kárpitoztattam fotelt, függöny, vagy például ágytakaró is készült festményhez, és nagyon-nagyon szépek lettek így harmóniában, tehát bent a térben, a lakásban volt olyan kedves a megbízó, és megmutatta, és tényleg nagyon gyönyörűek. Úgyhogy ez a vonal is azt gondolom, hogy működni fog, vagy hogy van tere. Én folyamatosan ötletelek, mindig vannak ötleteim. Ugye szeptemberben is készülök egy közös kiállítás megnyitóra. A galériába szervezek programokat, hogy irodalmi estet, előadásokat, amik ugye a honlapomon mindig megtalálhatóak az uraleonora.com oldalon. Vagy például most már hírlevelet is kezdtem írni, arra is fel lehet iratkozni, és akkor lehet tudni, hogy milyen programjaim lesznek. Úgyhogy folyamatosan jönnek az ötletek, mindig csak tudatosan választani kell, hogy mibe fektetem az energiát, mert hogy ha csinálok valamit, akkor viszont azt szeretem 100%-osan, tehát hogy akkor arra koncentrálva. És akkor ez nagy kihívás szokott lenni neked, hogy látszik, hogy azért nagyon sok ötlet van benned, hogy egy valamire tudj tényleg koncentrálni. Igen, ez nekem nem egyszerű. Szóval ezt azért tanulom még, igen. Igen. Hát kívánom, hogy minél jobban sikerüljön ez is, és azok a tervek, amik megvannak benned, azok valóra váljanak. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm a meghívást. Én pedig nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Brass Time, ez a neve azoknak az utcazenészeknek, akik múlt hét vasárnap, augusztus 4-én városunkban a Dunakorzón léptek fel.
Szabadság, ezt jelenti az utcazenélés a Brass Time tagjainak. Erről számoltak be múlt hét vasárnap július 4-én a Dunakorzón. Azt játsszák, ami a szívükből szól. A zenekar tagjai kotta alapján zenélnek, különböző részfúvós, fafúvós és ütős hangszereken. A Brass Time frontembere arról számolt be, hogy csak olyan dalokat játszanak, amelyeket szívesen hallgatnak ők is. Másfél hónappal ezelőtt szintén fellépett a csapat itt, Szentendrén. Hasonlóan az akkorihoz most is nagyon sok érdeklődő látogatott ki a Dunapartra. Brass Time-nak még hivatalos szponzora nincs, csak az a háttér, amivel a hölgyemények támogatják. Nagyon sok rajongó állandóan felkéréseket küld a fiúknak, de az igazi háttér a barátnők, feleségek. Akkora nagy a támogatás, hogy egy külön csoportot alapítottak a lányok, hogy a brasszonyok minden koncerten majdnem ott vannak, és ők is nagyon szurkolnak a fiúknak mindenféle rendezvényen. Nagyon fiatal maga az együttes, és brandépítésként nagyon sok versenyre invitálták meg őket, illetve jelentkeztek a fiúk. Voltak Tokajban, Cegléden, Sopronban, Veszprémben, és mindenhol nagyon nagy sikert arattak. És ennek lehetőségeképpen nagyon sok rajongót sikerült szerezniük. Budapesten élnek a legtöbben. A csapat októberben még egy másik néven futott, Szabó Manónak volt egy kezdeményezése, az volt a nevük, hogy Beats of Brass. Brass ugye rezet jelent, és úgy alakult, hogy külön utakra kellett menniük a fiúknak, és ezért megalakult a Brass Time, de ez nem volt ám ennyire egyszerű, hogy mi legyen a nevük. Volt itt Brass Friends és Brass Tube, rengeteg lehetőség közül próbáltak a fiúk választani, de hát azt mondták, hogy mivel időt szánnak rá az idejükből, és jól is érzik magukat ebben az időben, azért legyen a Brass Time a nevük. Sok helyen, sokfajta közönségnek, falunaptól kezdve, egészen a nagy fesztiválokig. Például Sopronban az utcazene fesztiválnak a győzteseként már jövő évre a Volt fesztiválon föl fognak lépni a fiúk. Van több tervünk is, hogy gasztronómiába is befurakodjunk, vagy hát kapjunk oda is meghívásokat, illetve még meg szeretnénk majd a különböző borfesztiválokat és a sörfesztiválokat környékezni. Reméljük, hogy lesz rá lehetőség. Jelenleg 11 fellépésünk lesz itt szeptember végéig. A Facebook oldalunkon mindenki tudja követni a munkásságunkat, és várjuk őket szeretettel ezekre az eseményekre. A Csabi nagyon izgulós fajta. Szóval amikor itt már sétáltunk a parton, akkor mondta, hogy ő most már nagyon izgul, de amint megszólalnak a hangszerek, ez elillan, és tényleg egy másik világba csöppennek, ahogy ő ezt mondta. Ebben próbáljuk őket támogatni, mint a brasszonyok csapata, a feleségek, barátnők. Ez az ő szárnyalásuk, szóval ez a zeneiség, ami bennük lüktet, ezt muszáj hagyni, hogy ez túlszárnyalja őket. Aztán egy idő múlva visszacsöppennek a mindennapokba, és ott is helytállnak maximálisan. De ez az önkifejezési forma nekik mindenképpen hasznos és szükséges. A csapatot Lupe Gergő alapította, a fiúk más zenekarban is játszanak együtt. Az utcazenélés alatt népszerű dalokat és saját dalokat egyaránt játszanak. A 7-tagú zenekar várhatóan még ellátogat Szentendrére, hogy újabb dalokkal örvendeztesse meg az itt élőket. Thank you.
Ennyi fért már adásunkba, remélem, hogy jól szórakoztak. Azonban, hogyha további kikapcsolódásra vágynak, akkor most egy programajánlóval készültem önöknek. Dialógusok és polilógusok címmel nyílik kortárs ékszer kiállítás az Új Műhely Galériában augusztus 14-én 18 órától. Az eseményen jelen lesz Spengler Katalin műgyűjtő is. Viszontlátásra!